magát is. Jó estét kívánok, sok szeretettel üdvözlök itt mindenkit. A ma este témája, jönnek-e a gyilkos robotok, az autonóm fegyverek az ukrán konfliktus árnyékában címet viseli. Úgyhogy a meghívott vendégeinkkel ma este ezt a kérdéskört fogjuk körbejárni. Először is szeretném bemutatni a meghívott szakértőinket. Bendarzsevszky Anton, biztonságpolitikai szakértő van itt nálunk, dr. Kajzer Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, Katona Illés, a Stop Killer Robots mozgalom magyarországi ifjúsági koordinátora, illetve negyedik vendégünk lett volna dr. Nyikes Zoltán őrnagy úr, a Magyar Honvédség Kiber- és Információs Műveleti Központjából, viszont ő sajnos egészségügyi problémák miatt nem tudott megjelenni az eseményen, illetve jó magam, mint moderátor fogok működni, Novák Varó Virág vagyok, köszöntök mindenkit, és szintén a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről egyetemi tanársegédként működöm. Tehát a ma esti téma, ahogy már ugye elhangzott a cím alapján is sejthető, hogy ezt fogjuk megvitatni, hogy beszélhetünk-e ilyesmiről, hogy gyilkos robotok egyáltalán milyen formában jelentek meg. A gépek megjelenése alapvetően a technológia fejlődése folyamatosan alakítja át az életünket. Gondoljunk csak arra, hogy a robotporszívó áldásos tevékenységét már bárki megtapasztalhatja otthonában, de akár arra is, hogy a mesterséges intelligenciát használó keresőmotorok, a különböző chatbotok, akár az okos hűtők, vagy éppen a digitális személyi asszisztensek is megkönnyítik a mindennapi életünket. De ezzel párhuzamosan természetesen az új technológiák katonai célú felhasználása, új eszközök kifejlesztése is folyamatosan zajlik, melynek eredményeképp az általuk vívott háborúk és jelentős átalakuláson mennek keresztül. Ennek legszembetűnőbb példája a jelenleg is zajló orosz-ukrán háború, amelyben egyre nagyobb szerepet kapnak azok az eszközök, amelyek közvetlen emberi irányítást csak kismértékben, vagy egyáltalán nem igényelnek, előre rögzített szabályok vagy programok szerint működnek, vagy akár saját észlelésekre alapozott számítások alapján teljesen önállóan, tehát emberi beavatkozások nélkül autonóm módon hajtanak végre feladatokat. Az elmúlt évtizedekben végbe ment technológiai fejlődés pedig egyértelműen abba az irányba hat, hogy a robotok autonóm, félautonóm, távirányított eszközök hatékony fegyverrendszerekké váljanak. És a mai este azt fogjuk körbejárni a meghívott szakértőink segítségével, hogy hol tartunk ebben a folyamatban. Milyen eszközök, milyen rendszerek léteznek, illetve vannak jelenleg fejlesztések alatt, hol vetették már be őket, illetve kitérünk a gyilkos robotok használatának etikai, illetve jogi kérdéseire is, hiszen az autonóm fegyverrendszerek alkalmazása alapjaiban véve változtatja meg a hadviselés jelenlegi formáját, menetét, és talán a szabályrendszerét is, melyet a jelenleg érvényben lévő humanitárius jog nem biztos, hogy hatékonyan fog tudni kezelni. Az új találmányok ugye sok esetben döntötték el, hogyha visszaemlékezünk a történelmi tanulmányainkra, a háború kimenetelét, akár itt gondolunk a hideg fegyvereket felváltották a tűzfegyverek, vagy akár később a nukleáris fegyverek. Tehát a technológia fejlődése az mindenképpen ugye megváltoztatta a hadviselés szabályait is. Az eszközök pusztító hatásának fokozásával párhuzamosan az ember pedig arra is törekedett, hogy a szemtől szemben vívott küzdelem helyett minél távolabbra, messzebbre helyezze magát az által okozott pusztító hatástól. És jelenleg is ugye erről van szó, amikor az autonóm fegyverrendszerekről, illetve a mesterséges intelligencia használatáról beszélünk, hiszen ezáltal is ezt a fajta időbeni és térbeni késleltetést, illetve távolságtartást tudjuk létrehozni. Viszont egyre több jogi és etikai kérdéseket vet föl ezeknek a fegyverrendszereknek a használata, és a szakértők véleménye is megoszlik abban a kérdésben, hogy minden feladat végzése átadható-e a robotoknak, különösen akkor, hogyha a katonai műveletek önálló végrehajtása nem biztos, hogy megbízható és rábízható teljes egészében a robotokra. Ugye, hogyha egy kicsit távolabbra tekintünk, akkor a popkultúrában ugye számtalan kultikus film feldolgozza ezt az esetet, amikor a robotok, illetve a különböző mesterséges intelligenciával rendelkező szuperszámítógépek ugye átveszik a hatalmat az emberiség fölött. Nyilván ez a mai nap még nem a realitás, de minden esetre a technológia fejlődése ezt akár elő is vetítheti. És akkor a kérdés az, hogy hol is tartunk most? Van-e egyáltalán ilyen jellegű
fejlesztésre törekvés, illetve az első körben talán azt kellene tisztáznunk, hogy mit is értünk a mesterség és intelligencia, a robotok, az autonóm fegyverek, fegyverrendszerek, vagy egyáltalán beszéltünk ilyesmiről, hogy gyilkos robotok. És akkor itt átadnám a szót a meghívott előadóknak. Tudnak-e? Hol kezdünk? Rendben, akkor... Mertünk sorban, és akkor hozzáteszem a végére. Rendben, akkor köszönöm szépen, hogy itt lehetek, mert tisztelő volt számomra ez a felkérés, és nagyon örülök, hogy a jövő generációnak a szempontjait megjeleníthetem ebben a beszélgetésben, igyekszem megfelelni ennek a kihívásnak. Ugye, amikor mesterséges intelligenciáról beszélünk, akkor ugye a legklasszikusabb megkülönböztetés az a gyenge és az erős mesterséges intelligencia között szokott lenni. Az erős mesterséges intelligencia, mondják a tudósok, még nem jött létre. Ez gyakorlatilag azt jelenteni, hogyha egyszer létrejön, hogy minden emberi feladatot, minden emberi tevékenységet képes lesz megfelelő módon reprodukálni. Viszont a mesterséges intelligencia gyenge formája, tehát amelyik egy-egy különleges feladatra van kijelölve, az körülveszi az életünket, gyakorlatilag az okostelefonjainktól kezdve egészen a háborús övezetekig most már. Ugyanis egyre inkább alkalmazzák ezeket a technológiákat, ezeket az öntanuló és probléma megoldó technológiákat a hadiparban is. Három kategóriára szokták osztani azt, amikor a fegyverek tulajdonképpen gépesítésen mennek keresztül. Az automata fegyverekről szoktak beszélni, félautonóm fegyverekről és autonóm fegyverekről. Ja, amikor automata fegyverekről beszélünk, akkor a géppuskáról van szó. Tehát olyan gyakorlatilag arról, amikor egyszerű, repetitív feladatokat a gép, pontosabban a fegyver átvesz az emberektől. Ez évszázadok óta velünk élő technológia. Az már az utóbbi, mondjuk 50 évnek az innovációja, hogy a fegyverek a két legkritikusabb funkció, a célpont kiválasztása és a célpont megtámadása közül az egyiket átveszik, és gyakorlatilag automatizálják, vagy autonóm módon hajtják végre. A legklasszikusabb példa ugye azok a drónok, amiket akár az amerikaiak, akár más országok szoktak alkalmazni, majd itt szerintem számos ország szóba fog kerülni. Ezekben a drónokban van egy olyan elem, hogy az embernek mindenképpen döntenie kell, vagy arról, hogy kit támad meg, vagy hogyha a rendszer jelöl ki a célpontot, akkor az ember mindenképpen ott van, mint végső döntéshozó, hogy vajon tényleg megtámadja az adott szerkezet azt a célpontot. Az autonóm fegyverek, azok olyan fejlesztések, mondanám, hogy olyan fejlesztések lennének, de már olyan fejlesztések, amik mind a két kritikus funkciót átveszik, tehát érdemi emberi ellenőrzés nélkül választják ki és támadják meg a célpontjaikat. A különböző mesterséges, intelligenciás rendszereket és szenzorokat használnak ehhez, és számos formát ölthetnek, lehet szó drónokról, vannak hadászati célúhajók, tengeralattjárók, határvédelmi fegyverek és számos példát említhetnénk még. Ugye a legnagyobb mértékben az ukrán háborúban az autonóm, vagy jelenleg még csak fél autonóm drónok vannak jelen, úgyhogy erről még szerintem fogunk is szót ejteni a következőkben. Ezt még annyival egészítenem ki, egyébként van már autonóm fegyverrendszer. Izraelnek a több lépcsős légvédelmi, rakétavédelmi, sőt egyébként tüzérségi és aknavető gránátok ellenvédő rendszere, ugye, aminek a legrövidebb hatótávolságú eleme az Iron Dome, azaz a vaskupola, a legnagyobb pedig az Arrow, illetve a Dávid paritjája. Ott az Iron Dome-nak van olyan funkció, hogy ha bekapcsolják, akkor teljesen autonóm módon végzi a célpont kiválasztását, beazonosítását, végez egy gyors röppályakalkulációt, mert a rakéta az körülbelül 50 ezer dollár, a Hamas vagy a Hezbollah által kilőtt ilyen sufni tuning, megnövelhető távolságú aknavető gránát és vagy Iránból érkezett rakéta meg 1-200 dollártól maximum 1000 dollárig terjed, és amennyiben lakott területet nem érint, akkor hagyja becsapódni az eszközt. És mivel ez borzasztó gyors, tehát az indítástól számít az elfogásig 3-4 másodperc telik el, ezért ott nincs idő arra, hogy bevonják az embert a rendszerbe. Tehát az a rendszer autonóm módon végzi a feladatait, ha bekapcsolják. Ahhoz viszont kell az ember. Tehát ha élesítik a rendszert, mert megtörtént mondjuk az első támadás,
akkor onnantól kezdve a rendszer autonóm módon támad, de ugyanúgy bármikor az ember le tudja kapcsolni. Tehát ugye ez speciális helyzet, annyira rövid a reakcióidő, annyira kevés az idő arra, hogy bevonják az embert. Az összes többi esetben valóban így van egyébként, hogy kell egy operátor. Nagyon sok drónos film van, abban nagyjából lehet látni, hogy működik a dolog. Több is feldolgozza azt, hogy nem is olyan egyszerű megnyomni azt a gombot. Bár az operátorok egy része számítógépes játéknak vonja be, de egyelőre még nem tartunk ott, hogy terminátorok jöjjenek, menjenek, vagy mint ugye a drón, ugye gyilkos robotok, mint mondjuk a Star Warsnak a klónok háborújában, tehát ettől azért még eléggé odébb vagyunk. Bár az a baj egyébként, hogy bizonyos fejlesztések alapján simán eljuthatunk odáig is. De ott még ugye a mesterséges intelligencia azért még nem tartott. Legjobb példájuként pont az ukrán háború, mind a két fél nagyjából ugyanazt a technikát is használja. És nagyon nehéz ám a levegőből megmondani, hogy ez most egy pótpáncélos T-64-es ukrán kézben, vagy egy pótpáncélos T-72-es. Szakemberek is elgondolkoznak rajta a kittektől függően, most egy robotnak ez még kevésbé menne. Jó, én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és itt lehetek. A kérdése legalább négy különböző kérdésből állt valójában, úgyhogy kezdem ezeket kibogozni. Az egyik a mesterséges intelligencia. Szerintem még most sem tudjuk pontosan, hogy mit értünk az alatt, és mi a pontos definíciója, hiszen ha megnézzük egyébként 10-20 évvel ezelőtt mit értettek mesterséges intelligencia alatt, akkor azt mondhatjuk, hogy már elértük, hiszen mindenkinek a zsebében ott lakó egy virtuális személyi asszisztens, akihez lehet beszélni, és ő csinál dolgokat. Hát nagyjából 20-30 évvel ezelőtt ez volt az elképzelés, hogy ez egy mesterséges intelligencia. Nyilván jelenleg nem ezt tartjuk mesterséges intelligenciának, és lehet, hogy amit most tartunk annak, az 10 év múlva még közel sem fogja megmutatni ugye, a képességeinek a nagy részét. Úgyhogy még nincs is egy pontos definíció, hogy mi a mesterséges intelligencia, és milyen irányba fejlődhet. Katonai, persze, hogy katonai. A legnagyobb technológiák mind elsősorban katonaiak. Tehát az űrkorszak az nem a polgári kesztelésből jött létre, hanem az kőkeményen egy katonai fejlesztésnek az eredménye. Úgyhogy a mesterséges intelligencia is mielőtt még átszűrődött volna a polgári használatba, elsősorban katonai körökben indult, ahogy az internet is például. Tehát ez mind katonai technológia, és nyilván a katonai része sokkal előrébb jár, mint a jelenlegi polgári. Tehát amit mi még nem tudunk itt a zsebünkbe, azt a katonák már többé-kevésbé meg tudják csinálni. Legalábbis a hálózat, vagy az összekapcsolhatóság terén sokkal jobban működik, mint amit mi tudunk. És a legnagyobb fejlesztések egyébként pont a katonai téren vannak, hogy mennyit fektet be Kína a mesterséges intelligenciában, nyilván nem a polgári lakosságnak a javainak, vagy jólétének a növekedése, vagy növelése érdekében, hanem elsősorban katonai okok miatt. Aztán volt egy olyan kérdésed az AI használatára, katonai használatára. Itt elsősorban jelenleg négy különböző típus lehet megkülönböztetni, kiegészítve egyébként az előttem, mert nagyon sok minden előkerült. De ugye beszélhetünk harci autonóm rendszerekről, és erről majd fogunk beszélni többet, de ugye beszélhetünk mesterséges intelligencia esetében adatelemzésről, ami jelenleg is fontos összetevő előrejelzésekről, és ez egyébként a jelenlegi orosz-ukrán háborúban is olyan nagy szerepet kap, hogy pontosan milyen harci helyzetekből mit jelez előre a mesterséges intelligencia. És beszéltünk arról is, hogy a mesterséges intelligenciát jelenleg a katonaság virtuális szimulációkra is használja. Tehát, hogy valaki ellátogat egy hazai bázisra, nemrég voltam a 25. Kapkagyörgy motorizált, gépesített, igen, lövészdandárnál, és ott például ugye a tankokat, vagy a legújabb harckocsikat nem élesben próbálják ki, hanem belül virtuális szimulációba, és ott próbálják ki ezeket a rendszereket. És akkor volt egy kérdésed, a killer robotok itt vannak-e vagy sem? Hát az ENSZ szerint már itt vannak. Tehát 2020-ban rögzítette az ENSZ az első olyan esetet, amikor a líbiai háború során egy drón lelőtt egy embert, vagy lehet, többet is, de hogy az a drón az autonóm módon hozta meg a döntést, tehát senki nem nyomta meg azt a gombot,
hanem be volt programozva, hogy ilyen és olyan célpontok megtalálása esetén kilőheti azt a célpontot, és ezt a döntést, úgymond, amikor a robot vagy a drón beazonosította a célpontot, akkor meghozta kvázi ilyen félautonóm, mert hát valaki kiadta előre, hogy ezt kell csinálni, de a konkrét embernek a konkrét megölésére maga a drón hozta a döntést, és az ENSZ 2020-ban rögzített először ezt az esetet, amikor robot önállóan embert ölt. Úgyhogy igen, beszéltünk így a robotokról. Most is ugye a fajsúlyos elem az nyilván, illetve az egész beszélgetés alatt a katonai felhasználáson lesz. És itt is ugye több olyan eszköz már előkerült, illetve a mesterséges intelligenciának a felhasználásának a különböző módjáról is részben már szót ejtettek. A kérdés az az lenne, hogy mely doménekbe tudjuk ezeket használni, tehát hogy milyen dimenziókban alkalmazzák ezeket az eszközöket, legyen szó akár mesterséges intelligencia által támogatott rendszerekről, akár pedig ugye a konkrét eszközökről, illetve hogy milyen feladatok ellátására alkalmasak az egyes doménekben ezek, milyen műveletekben használhatjuk őket. Mindenben. Tehát mindenben. Tehát Izrael ugye élen jár ezeknek a technológiáknak a gyártásában. Izrael Protector néven többféle méretben gyárt, lényegében vezető nélküli géppuskától, gránátvetőn át irányított rakétákkal felfegyverezhető motorcsónakokat. Az Egyesült Államoknak van egy vazi nagy autonóm tengeralattjárója, ami hónapokra eltűnik a csendes óceánon. Kínaiak szerint sűrűn fordul meg kínai vizek közelében, vélhetőleg az a célpont. Vannak gyakorlatilag olyan hajók, amik éveket töltenek a tengeren, megbízhatósági tesztek egyebek szempontjából. 4-5 havonta feltűnik egy ember, aki szervizeli őket. Tehát most leginkább a pilótáki repülőeszközök vannak a köztudatban, hiszen Ukrajnában akár a Bayraktarra gondolunk, akár az orosz Orlan-10-esekre, vagy a különféle iráni Shahedekre, amik hát nagyon jó hangzik, de azért a Bayraktar meg a Shahed között azért nagyon komoly minőségbeli különbségek vannak. Árban is. Tehát ugye a kategória csúcsát jelentő felfegyverezhető drónok közül az amerikai Reapernek a darabára nagyjából 17 és 20 millió dollár között van, ha legalább 10-et vesz az ember. És akkor még meg kell pluszba hozzávenni a GPS támogatást meg egyebeket, mert hogy ugye a műholdas irányító rendszere nélkül, meg az irányító konténere nélkül azért ez az eszköz. Na most ez csak annyira olcsó, hogy a briteknek 10 van, a franciáknak 8, és a franciák nem vettek hozzá fegyvert, mert az már nem fér bele a francia büdzsébe. Tehát a francia Reaperek nem rendelkeznek fegyverindító pilonokkal. Tehát nem lehet rájuk rakétát felfüggeszteni, azok csak felderítésre használhatók. Felderítésre használhatók, ugye elhangzott irgalmatlan mennyiségű információ érkezik be, ezt különféle előre megadott szempontok alapján mesterséges intelligencia pucolja ki. Tehát kiválogatja akár a nyílt forrású információkból bármi, ami elhangzik, bármi, amit leírnak valahol, és kikerül az online térbe, azt annak, akik figyelik. Ugye van egy ilyen fénykép is, hogy egy kisírt szemű nő azt mondja, úgy érzed, hogy egyedül vagy. Ne aggódj, ez a NSA, az amerikai elektromérszer, az mindig veled van. Tehát az információ az a legfontosabb fegyver a háborúban, az ukrajna háborúban és az ukrán sikerek nagy része annak köszönhető, hogy a nyugati hírszerzés elemző értékelő információkkal is mindennel támogatja az ukránokat. Aki figyelte a híreket, az USA-ban Kínának a legnagyobb ilyen műholdszolgáltató cégét, ami elvileg magáncég, ugye Kínában ez nagyon bevált dolog a magáncég, azt most ugye sújtott a szankciókkal az Amerikai Egyesült Államok, mert műholdas felderítési és értékelési információkat osztott meg a Wagner csoporttal. Tehát a Wagner csoport megvette tőlük ezt a szolgáltatást. Mindenhol lehet használni, ugye a stratégiai kommunikációban. Ugye kulcsszavak alapján bármelyik politikai pártnak a beszédét bármilyen ünnepségre, egy beszédgenerátorra meg lehet írni, és abban az a félelmetes, hogy egy-két nappal később az adott párt vezető politikus elmondja, akkor nagyon komoly közös metszetek vannak a gép által generált beszéd és a politikus által elmondott beszédben.
Tehát a kibertértől kezdve magán a harctéren, és ugye itt a kinetikus rész, tehát a levegőben, szárazföldön, vízen, világűrben, ugye mindenhol használnak ma már mesterséges intelligenciát, és olyan eszközöket, amelyeket mesterséges intelligencia irányít, vagy legalábbis segít az irányításában, és hát a jövő e felé mutat. Tehát ugye a haderők létszáma elképesztő tempóban csökken, az automatizációval ugye a katonák zsoldját meg lehet spórolni. Mondok egy példát, ugye a Nimitz osztály amerikai repülőgép hordozóknak a legénysége az meg 5500 fős volt. A váltótípus a Ford az 20 000 tonnával nagyobb, 15 repülőeszközzel több van rajta, és 1200 emberrel kevesebb szolgál rajta. Az unvalt osztályú rakétás cirkálókon, amik nagyjából egy olyan 15 000 tonnásak, 300 ember szolgál. A második világháború ilyen méretű nehéz cirkálókon 1200 ember szolgált. Tehát az automatizált rendszerek, amik a gép egy csomó feladatot maga meg tud csinálni, azok abszolút, most, és azért nem egyébként 300 fő alá a legénység, mert abból legalább 70 a tengerészgyalogos, hogy ne lehessen elfoglalni. Tehát ugye a megvédését azért még rendes, tisztességes, lövész, bakancsos katonák végzik. Tehát sajnos ez a jövő. A kérdés csak az valóban, hogy hogy oldjuk meg, hogy a Skynet öntudatára ébredjen. Tehát hogy oldjuk meg, hogy ezek az automatizált rendszerek, ezek mondjuk a probléma egyébként ettől független, mert ugye a Blue on Blue, vagy Friendly Fire, vagy Collateral Damage, ugye mindegyiknek az a lényeg, hogy véletlenül nem azt öltük meg, akit akartunk. Tehát az ilyen incidensek azok abszolút velünk vannak, sajnos. Nehéz ezt kiegészíteni, mert tényleg szinte mindent elmondtál, amit lehet. Ugye érdekes, vagy nem érdekes, hanem jellemző, hogyha valaki ilyen jellegű startupokat is, hogy néz, hogy mit állítanak egyébként magukról, amikor drón technológiát, mesterséges intelligenciát fejlesztenek, akkor mindig ilyen szép célok mondanak. Pont olvastam, hogy hallgattam egy podcastot néhány nappal ezelőtt, és ott arról volt szó, hogy ők a drónok segítségével a delfineknek az élő világát próbálják megmenteni és feltérképezni. De hát nyilván végső soron egyébként ezeket mind valóban katonai célokra használják, mert lehet, hogy vannak ilyen idealisták, akik használják ezeket a technológiákat ilyen célokra is, de végső soron a technológia abban az irányba megy, hogy biztonsági kérdéseket feszeget a dolog. És valóban szinte mindenben lehet használni. Egyébként a legdrágább drón a Global Hawk, azt nem említett, a 140 millió. Ez felderítő, hát, igen. Ez nem egyelőre nem felfegyelezhető. De az egy pilóta nélkül 140 millió dollárba kerül egy ilyen gép. Nem is tudom, hogy hány darabja van az Egyesült Államoknak belül, szerintem nem sok. De a felderítés, ugye nagyon érdekes a Palantin rendszer, amely majd erről szerintem fogunk beszélni itt az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban, de a rendszer információkat gyűjt mesterséges intelligencia segítségével, és nagyon sok kritikát kapott az Egyesült Államokban, mert politikai ellenfelek megfigyelésére is ugye felmerültek vádak, a közösségi hálózatoknak pásztázására, átnézésére, de most viszont Ukrajnában nagyon hatékonyan használja az ukrán hadsereg az orosz csapatoknak a feltérképezésére. Szerintem erről majd külön érdemes beszélni. Ugye többek között Izrael mellett és az Egyesült Államok mellett azért élen jár ezekben a technológiákban. Például Hollandia is, ott lehet említeni, vannak kísérletek pilóta nélküli harckocsikra, vagy páncélozott harci járművekre. Nyilván Kína is ezen a téren, főleg a mesterséges intelligencia által nagyon jól áll. Aztán ugye régóta, több éve szó van arról, hogy a vadászgépeket esetleg pilóták nélkül lehetne működtetni, és biztos, hogy ez a jövő, tehát hosszú távon a pilótákat ki fogják váltani ezek az autonóm vagy irányított jellegű rendszerek. Most nem tudom, többet nem tegyük hozzá. Nekem még eszembe jutott néhány felhasználási mód, ami így lényegileg már elhangzott, csak érdemes rá külön felhívni a figyelmet. Ugye, ha már Izraelről volt szó, akkor érdemes egy szót ejteni, vagy egy percet elidőzni a Harpi drónnál, ami ugye nagyjából ugyanazzal a kamikáze drón technológiával működik, mint az ukrán
mint amit Ukrajna vagy Oroszország akár használ a háborúban, annyival van előrébb, hogy nem kifejezett parancs alapján támad meg valamilyen célpontot, hanem gyakorlatilag keresi az ellenséges radarokat. Tehát fölküldik a levegőbe az izraeli hadierő tulajdonképpen, akár órákig is képes magától fönt lenni a levegőben, és amint egy ellenséges célpontot talál, azt mindenféle különösebb tűzparancs nélkül megtámadja, tehát belerohan és megsemmisíti tulajdonképpen. Az izraelieknél egyébként a drónokban van egy hatalmas verseny előre sok más országhoz képest, tehát érdemes említeni azt a példát, amikor a gázai övezetben például több terroristát úgy sikerült elfogniuk, illetve hatástalanítaniuk, hogy rajdrónokat küldtek egy adott területre. Azok még nem voltak fegyverrel felszerelve, csupán annyi volt a feladatuk, hogy egymással kommunikálva mesterséges intelligencia segítségével megint csak földerítsék azt a terepet, amit később aztán emberi irányítással tulajdonképpen megtámadtak. Ugye, ami ilyenkor nagy kérdés, hogy mennyi idő alatt lehet felszerelni ezeket fegyverrel. Van olyan szakértő, aki azt mondja, hogy egy-két nap alatt. Tehát gyakorlatilag ezek a fegyverek, amik a rendelkezésre állnak, vagy ezek a technológiák nagyon hamar, ha már a címből indulunk, így gyilkos robottá alakítható. És itt, ezzel kapcsolatban érdemes még egy példát említeni, ez a határvédelem. Tehát ugye elsősorban háborúkban szokás ezeket a fegyvereket használni, de érdemes megemlíteni az Észak- és a Dél-Korea közötti határon, például a Samsung által gyártott, ezeket fel, kinek van Samsung telefonja? Igen, most a Samsung leányvállalata által gyártott SGR A1-es határvédelmi rendszerek ott állnak, és gyakorlatilag hagyományosan félautonóm módon figyelik azt, hogyha valaki a határt megközelíti, de ezeknek van autonóm módozatuk is, tehát elviekben maguktól is képesek embereket lelőni. És e tekintetben pedig említésre méltó, hogy az Európai Unió határvédelmében, így Magyarországon is vannak hasonló jellegű technológiák, amik viszonylag rövid idő alatt felszerelhetők. És ugye amiről professzor úr szakértő úr is beszélt, azok olyan felhasználási módozatok, amik sokszor urbánus területeket érintenek, vagy olyan területeket, amik rendkívül összetettek. És ugye a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, hogy az előző kérdésre is visszautaljak egyszer, az a paradoxon, hogy az egyszerűbb számításokat, vagy az ember számára bonyolultabb, de hogy mégiscsak számokból álló számításokat nagyon könnyen megérti, viszont absztrakt dolgokat, vagy rendkívül bonyolult, rendkívül sok tényezős környezeteket pedig nagyon nehezen tud a saját nyelvére lefordítani. Tehát fölmerülnek olyan kockázati tényezők, akár mint a terrorizmus, hiszen hogyha a drónokról beszélünk, akkor a legvégső felhasználási mód az odáig terjedhet, hogy kisméret, vagy akár kisméretű drónokat, amiknek az alkatrészeit nagy részt 3D-s technológiával elő lehet állítani, azokat különböző nem állami szervek akár a saját előnyünkre használhatnak föl. És szóba került az információnak a szerepe a hadviselésben, itt ugye a célpontok profilozásától kezdve akár mobiltelefonokon keresztül, vagy kinézeten keresztül, stb. Tehát itt rengeteg olyan kockázat van, amit ma még el sem tudunk képzelni, mert hála Istennek nem kerültek ilyen felhasználásra ezek a technológiák, viszont a kockázat jelentős mértékben ott van, hogyha a mesterséges intelligencia teljes irányítást kap fegyverek fölött. Két megjegyzés, csak eszembe jutott, ezek nem bonyolult dolgok egyébként, tehát az iszlám állam, amire azért minden jellemző, csak nem a high-tech. Tehát a Szíriában meg tudta oldani, hogy vettek kínai pilóta nélküli repülőeszközöket, amit gyerekeknek gyártottak egyébként. És ugye az okos telefon bepattintva, egy kamera, 40 mm-es aknavető gránát, bocsánat, az a, mint Rambónak, tehát az a gránátvető tulajdonképpen, tehát ugye a legtöbb gépkarabélyhoz van ilyen, annak a gránátjának a végére tollas labdát, tehát levágták a gumi elejét, tollas labdát, duct tape-pel, mert az arra is jó, tehát a kamionos ismerős mondta, hogy amit a duct tape-pel nem lehet megjavítani, azt nem lehet. És kész volt a bomba, és ez kellett csak olyat, ami elengedte, de ugyanez öngyilkos drónnál úgy volt átalakítva, hogy az RPG-7-es ugye, szovjet-orosz páncéltörő gránátvető vagy rakétaindító, annak ugye, csak a robbanó feje biztosíték benyomva, tehát becsapódáskor robbant, és akkor azt belevezették az eszközbe. Tehát, hogy ezek teljesen olcsón előállítható dolgok ahhoz képest, hogy mondjuk egy izraeli drón,
vagy úgynevezett cirkáló lőszer, ahogy a katonák nevezik szép magyarul, tehát a kamikáze drónnak ez a magyar katonai megnevezése, cirkáló lőszer. Ugye ezekre igazából a világ 2020-ban a hegyi-karabahi háború sokadik felvonásánál figyelt fel, amikor ugye ezekkel az izraeli eredetű eszközökkel, illetve a török bajraktarokkal gyakorlatilag az azeri haderő szana szétszette a grúz védelmet, úgyhogy az jól kiépített állásokban, az örmény védelmet, úgyhogy az jól kiépített állásokban álcázva védekezett, és ugye az azeriek már több hullámban sokszor megpróbálták azokat a területeket visszafoglalni, és most egy-két hét alatt lényegében megroppantották az örmény haderőt. Tehát, hogy és még egy utolsó megjegyzés, hogy az amerikaiak valóban már ugye a repülőgép hordozóra tesztelik az új pilóta nélküli harci repülőgépet, ugye ez az úgynevezett UCAV projekt, és a legnehezebb rész repülőgép hordozós üzemeltetés esetén oda leszállni, meg onnan felszállni. A gép ezt már tudja. Tehát ugye ott mozog a platform, mozog az, amire leszáll, billeg is, tehát a tér minden dimenziójában mozog erős, és megy. És éjszaka bármilyen időjárás körülmények között már leszállt rá az eszköz, tehát elvileg mindent tud. Még egyelőre az amerikaiak tényleg azon vacillálnak, hogy ugye itt van a légierőknél olyan opció, hogy ha van IFF-e, tehát ugye Identification Friend of Foe, tehát saját idegen felismerő rendszere, akkor ez alapján lehet tudni, melyik az ellenség, de hát azért a legszebb példát mondjak, ugye a orosz szakadárok, nevezzük őket így, azért csak lelőttek Ukrajna felett egy balályutas szállítót, mert annak sem orosz IFF-e volt, de nem is ukrán. De azt hitték, hogy ukrán szállítógépre lőnek. Tehát azért itt még a két csúcs technológiai ország háborúzik egymásra, és mind a kettő betartja a szabályokat, egyik se soha, akkor elvileg már most is lehetne ilyen fegyverrendszereket üzemeltetni. De különösen a harmadik világháborúiban, aki látta a Black Hawk Down-t, ott megmondani ki az ellenség, ki a barát, tehát azért itt még hosszú idő áll előttünk, amíg eljutunk a nyilkos robotokhoz, de sajnos nem elég hosszú, szoktuk erre mondani. Most egy két megjegyzés is lenne, az egyik kiegészítve, amit mondtál, hogy Ukrajna is alapvetően ezekre az olcsó kereskedelmi drónokra alapítja a drónparkját. Nyilván sok másfajta drón is van, de rengeteg közösségi gyűjtést szerveznek, olyan olcsóbb fajta DJI drónokat vásárolnak, vagy kínai drónokat vásárolnak közösségi finanszírozásból, és 3D nyomtatóval nyomtatnak hozzá olyan tartozékokat, amiben lehet rájuk rögzíteni fegyvereket, gránátokat például. Egy ilyen drón 3-4 gránátot el tud vinni, elviszik ugye az ellenfél vállása fölé, és lekapják a gránátokat, kioldják a gránátokat, ezeket viszonylag egyszerűen és olcsóan meg tudják oldani. A másik megjegyzés pedig, hogy miért beszélünk alapvetően drónokról, miért fejlődött ebbe az irányba leginkább a technológia, mert ugye levegőben sokkal egyszerűbb menni, tehát nincsenek akadályok, fizikai akadályok. Másrészt pedig ugye az információ, a hálózat az ott tud terjedni jól, tehát ott fogja jelet. Tehát nyilván az erdőben sokkal nehezebb az a fizikai akadályok miatt is megszervezni egy ilyen drónnak az irányítását, másrészt az információ is megáll. Ugye levegőben azért is terjedtek el ennyire a drónok, legalábbis a drónok ez a fajtája levegőben történő fajtája, mert sokkal egyszerűbb volt megoldani technikailag ilyen drónnak a felépítését. Most elég sok felhasználási módja szóba került, illetve megjelenési formája. Mik lehetnek ezeknek a kockázatai? Ugye részben már említésre kerültek, hogy akár ugye illetéktelen kezekbe kerülve teszem, a terrorszervezetek hogyan tudják ezeket használni, vagy akár tényleg egy ilyen DIY megoldással, ugye otthon összepakolásszák az elemeket, akár csak egy improvizált robbanóeszköznél, gyakorlatilag ugyanezt a technológiát tudják alkalmazni. De milyen egyéb kockázatokkal kell számolnunk, hogyha a mesterséges intelligenciával támogatott eszközöket vesznek igénybe, akár a haderők, a hivatásos haderők, akár pedig ugye egyéb kockázatokat is megnézhetünk a terrorszervezeteken kívül természetesen, amik szóba kerülhetnek. Akár az autonóm fegyverek, féle autonóm fegyverek, vagy a mesterséges intelligencia felhasználása kapcsán. Hát ugye az egyik az pont ma, bár egyelőre nem erősítették meg, ugye a Belarus ellenálló csoportok bejelentették, hogy
egy Beriev A50 Mainstay orosz úgynevezett korai előrejelző rendszer cég, magyar-angol katonai nevén, hogy a magyar katonák is minden NATO angolul mondanak, EVEX típusú repülőgépet vagy megrongáltak, vagy kvázi leszedtek a levegőből borzasztó bonyolult módon. Drónokkal belerepültek a hajtóműbe. Ugye a hajtóm az olyan, mint egy bazi nagy porszívó. Na most abba be, a titánlapátok 1000 km/h fölötti sebességgel forognak a turbinlapátok, azok nem szeretik, ha mindenféle dolgok bekerülnek. Egy megsérül a rendszer, ledarálja magát, és ezerrel kezdenek repkedni az ekkora, tehát mint, kb. Mint ez az asztal, olyan méretű titánlapátok, amik a gép szerkezeti integritását nagyban képesek megbontani. Tehát ez a terroristák számára is abszolút adott dolog, jellemző, hogy a nyugati világban egy csomó repülőtér mindenféle módszereket, idomított ragadozó madaraktól kezdve, bevet azért, hogy ezeket a drónokat távol tartsák a polgári repülőterektől, hiszen ott ugye nagy magasságban nyilván ezek a kis drónok nem tudnak ártani a repülőgépeknek. De amikor éppen leszáll meg felszáll, akkor rendkívül sebezhetőek. Ez egy tipikus alkalmazás. Nem az a csoda, hogy még nem történt ilyen, az a csoda, hogy még nem történt ilyen. Tehát, hogy annyira adja magát, és már volt rá kísérlet is, nagyon egyszerű ezzel a móddal, ugye most már zavarástól kezdve mindennel próbálkoznak, csak itt mindig az a helyzet, hogy arra tudunk védekezni, amit egyszer már megpróbáltak. Tehát, hogy mindig a védekező fél van hátrányban, mert csak az olyan, mint a vírusírtás, ugye, hogy előzök el egy vírus, amit be tudok azonosítani, és akkor meg tudom írni rá a programot. Tehát fordítva nem működik a dolog, hogy kitalálok egy olyan vírusírtót, ami véd egy olyan vírussal szemben, ami még nincs is. Tehát nagyon sok más módszer is van. Volt arra a kísérlet egyébként, hogy ugyanilyen drónokkal megmérgezzenek ivóvízbázisokat. Tehát benne volt a vegyszeres zsák, és akkor... Hál' Istennek előtte lezuhant. Nem a védelmem volt a dolog, napokkal később találták meg a roncsot. Tehát bármire sajnos alkalmas, hogy az emberi kreativitás, szoktam volt mondani, amikor a globalizációról beszélek, hogy rengeteg jót ad az emberiségnek, meg rengeteg rosszat ad a másik oldal kezébe ugyanazzal, hogy bármihez hozzá lehet férni, bármit meg tudunk oldani, és attól függően jó vagy rossz, hogy ki és mire használja. Tehát ezekkel a technológiákkal is könnyebbé válik a mindennapi élet, de például az, hogy egy mágneskártyával, sőt egy okostelefonnal milliókat tudok mozgatni, az a terroristáknak, meg a szervezett bűnözésnek is megkönnyíti az illegális pénzek mozgatását, vagy a pénzmosást. Tehát régen gondoljunk bele, szegény kábítószer karteleknek fizikailag ki kellett vinni a készpénzt az USA-ból. Esetenként tonnányi dollárt ki kellett valahogy vinni az országból, most már ilyen probléma nincs a kriptovalutákkal, és ez minden más téren, és az autonóm rendszerek esetén is olyan, és ugyanilyen, hogy jóra is ugyanúgy lehet használni, mint rosszra, és nyilvánvaló, akinek ártó szándékai vannak, az ártó szándékra használja. Megnézzük az emberiség történelmét, a legkreatívabbak vagyunk abban, hogy milyen eszközökkel tudunk megölni egy másik embert. Miért pont a robotokat hagynánk ki ebből a buliból? Igen. Hát ugye fölmerült a terrorizmusnak a kockázata, illetve az illetéktelen felhasználásnak a kockázata. Viszont rengeteg szakértő van, aki azt mondja, hogy hogyha államok rendszeresítetten és a lehető legjobb szándékkal használják ezeket, akkor is van egy hármas kockázat. Az egyik egy jogi probléma, a másik egy biztonsági probléma, és a harmadik pedig egy erkölcsi probléma, morális probléma. A jogi problémánál leginkább a hadijogot szokták hozni, a humanitárius jogot, és azt kell látni, hogy a humanitárius jogon belül rengeteg részletszabály van, amiket rendre megsértenek, de az autonóm fegyverek általában a humanitárius jog alapelveire vannak nagyon rossz hatása, illetve azokat kerülik meg számos módon. Az első kérdés rögtön a megkülönböztetés, tehát meg kell különböztetni civil és katonai célpontokat. Ebben az emberek is gyakran hibáznak, vagy akár szánt szándékkal civileket céloznak meg. Viszont vannak olyan területek, tehát mondjuk egy ha veled szemben áll egy katonának öltözött, fegyverrel ellátott katona, az viszonylag egy egyértelmű helyzet.
Viszont mondjuk egy városi környezetben, egy olyan országban, például Jemenben, ahol a mai napi polgárháború zajlik, ahol mindenkinek van gyakorlatilag fegyverviselési joga, ott már nem is válik olyan egyszerű kérdés, hogy ki az, aki civil, ki az, aki az ellenfelet hadjelölhöz juttató civil, aki már megcélozható, ki az, aki katona, és ki az, aki mondjuk sérült katona. Tehát ilyen kérdések merülnek föl. Ugye aztán van a szükségesség és az arányosság, tehát szükséges-e civil sebesülést, vagy halált, vagy rombolást okozni ahhoz, hogy elérjük a katonai célt, és ha igen, akkor ez arányos-e az elérni kívánt céllal. Ugye ez a másik, amit vizsgálni kell egy-egy támadás megvalósításánál. És ezek rendkívül absztrakt koncepciók. Tehát amit már korábban is említettem, hogy a mesterséges intelligencia gyakorlatilag nagyon nehezen képes absztrakt dolgokat, jogi követelményeket például a saját nyelvére fordítani. Vannak erre kísérletek, vannak akár etikai kódok, vagy vannak jogi kódok is, viszont egy adott helyzetben, hogy konkrétan mondjuk hány civil életének az elvétele az, ami megmenthet még több embert akár, vagy megéri-e mondjuk lerombolni egy civil épületet azért, hogy a katonai célt elérjük. Ezek olyan kérdések, amikre az emberek is esetről esetre adnak választ, és annak ellenére, hogy egyébként a nemzetközi jog előírja, nagyon kevés ország az, aki erre protokollt dolgozott ki, és a nyilvánosság előtt van erre egy protokollja. Ez esetről esetre szóló döntés, és a fegyverek nagyon nehezen hoznak maguktól ilyen döntéseket, legalábbis abban a formájában, ahogy most ismerik a mesterséges intelligenciát, egészen biztosan. Aztán az is fölmerül, hogy milyen hatással van a világra, hogyha elindul egy proliferáció, egy fegyverkezés. És általában, amikor akár, ugye azt szokták mondani, hogy három nagy forradalma van eddig a fegyvereknek. Az első volt a puskapor, a második az atomfegyverek, és van, aki az autonóm fegyvereket tartja a harmadik forradalomnak tulajdonképpen. És mindig, amikor egy-egy ilyen technológia megjelenik, akkor elkezdenek versenyezni, elkezdenek licitálni egymással az országok, és ez egy folyamatos fegyverkezéshez vezet, amit pedig nyilván valahol le kell tesztelni, valahova tovább kell adni, akár legális, akár illegális úton. Aztán az is kérdés, hogyha ott vannak a civilek, és ott vannak a katonák, akiket ki kell küldeni a háborúba, akkor nyilván az országnak van egy ilyen visszatartó ereje, hogy hát mégis azért az én katonáim korlátozott számban vannak jelen, tehát ha lehet, akkor a háború előtt megpróbálok leülni tárgyalni azzal a félrel, akivel konfliktusban vagyok. Az egy igen nagy kérdés, hogyha ezek a fegyverek megjelennek, és mondjuk a katonaságnak egy jelentős részét következő évtizedekben leváltják. Ez különösen az olyan országoknál lehet érdekes, például Oroszország, akiknek a személyi állománya alacsony, és küzdködnek ezzel a problémával. Kérdés, hogy nem nő meg még jobban, vagy nem csökken le a háborús küszöb, és nem nő meg az igény, hogy a konfliktusokat háborúval rendezzék el. Ezt egyelőre nem látjuk, de ez egy lehetséges tendencia. A moralitás kapcsán pedig az alapvető dilemma merül föl, hogy ki az, aki rendelkezhet az emberi élet fölött, ki az, aki élet és halál fölött dönthet. Ugye az, hogy mondjuk az egyik ember dönthet-e a másik ember élete fölött, ez kivételes esetben van így, például háborúban, meg ugye ez állandó politikai viták részét képező, hogy ki rendelkezhet milyen élet fölött, viszont az már egy másik szint ehhez képest, amikor azt vetjük föl, hogy egy gép rendelkezik az ember élete fölött. És azt szokták mondani, hogy persze most még csak esetileg használják, meg ez egy kivételes történet, meg tesztelés alatt vannak, de hogyha egyszer kinyitjuk azt a bizonyos dobozt, vagy egyszer kiengedjük azt a bizonyos szellemet a palackból, nagyon nehéz lesz visszaengedni. És kérdés, hogy azok a háborúk, amik eleve ugye nyilván bizonyos szintű morális kockázattal járnak, azok nem-e válnak-e még embertelenebbé hosszabb távon. Tehát ez a három kihívás, amivel szembe kell néznünk elsősorban, amikor az autonóm fegyverek elterjedéséről van szó. Mindezeket kiegészítve még néhány szempontot mondanék. Egyrészt a nagy veszély ennek a technológiának, a jövőre nézve, nagyon könnyen hozzáférhető. Tehát ha belegondolunk abba, hogy egy nukleáris fegyver, vagy egy biológiai fegyver, alapvetően állami szereplők kezében van az erőszaknak a joga, a fejlesztésnek a joga, feltételezhetjük, hogy mondjuk terrorista csoportok nem férhetnek hozzá ehhez a technológiához. Ellenben ugye a mesterséges intelligencia és a hozzávaló katonai eszközök viszonylag könnyen elérhetőek. Mesterséges intelligencia mindenkinek ott van a zsebében, egyre inkább, tehát azt hiszem az elmúlt
hónapokban mindenkit megdöbbentette a ChatGPT-nek a megjelenése és az átalakított válaszok. Mindenesetre ez a technológia az egyre inkább velünk lesz, és egyre könnyebb lesz ötvözni egy katonai eszközt, egy vele való mesterséges intelligenciával. És ezt különböző katonai csoportok biztosan ki fogják használni a jövőben. Tehát elég megnézni azt, hogy Európában is a katonai, ugye az úgynevezett miltech startupok hogyan indultak fejlődésnek az elmúlt néhány évben, és ugye tavaly értéke a befektetések egy rekordszintet ezekbe a technológiákba. Tehát mindenki elkezdett belefektetni katonai jellegű mesterséges intelligenciát alapuló technológiákba. Aztán van egy ismeretlen faktor ebben a technológiában, ezt ilyen black box hatásnak szokták hívni, hogy nem tudjuk, hogy a mesterséges intelligencia milyen döntés hoz. Maga a fejlesztő sem tudja megmondani, hogy a különböző folyamatok, tanulási folyamatok révén mire jut végül a mesterséges intelligencia, amikor meghozza a döntést mondjuk a csatatéren. És ugye senki sem tudja garantálni, hogy ez a döntés az egyébként helyes lesz-e, vagy azokban a körülményekben helyes lesz-e, nem kontrollálható. Tehát amíg vannak bizonyos állami state aktorok, vannak hierarchikus szervezetek, addig megjelenik egy olyan szereplő ezen a porondon, amelyet viszonylag nehéz lesz kontrollálni a jövőben, és nem tudjuk, hogy pontosan milyen döntéseket hoz. Aztán ott van a szabályozás problémája, amiről már ejtettetek szót, de ez egy tragédia, hogy eddig úgy kerül szabályozva az egész technológia és a technológia fejlődés. Nem hiába, hogy fektetnek bele annyit, mindenki ezen a téren próbál fejleszteni, hiszen más technológiáknál megvannak a határok, hát senki nem fog most jelentős még nukleáris fejlesztéseket csinálni, mert jó, pont elkezdte kilépni ezekből a szerződésekből, de alapvetően eddig volt egy szigorú, szabályozott környezet. Jó, hát de gondolom, hogy az adósorompó egyezmény, ez még ilyen hétben van. A tölteteket folyamatosan cserélik. Igen, de nem lesz egy újabb ország vélhetően, amely megbelép. Nagyon nehezen tud belépni egy újabb ország az atomklubba, mert meg van tiltva nemzetközileg is ez a fajta technológia megszerzése. Eközben a mesterséges autonóm jellegű mesterséges intelligencián alapuló katonai fegyvereknek a technológia semmilyen szinten nincs szabályozva, és mindenki ezen a téren próbál fejleszteni. Tehát a következő időszakban egy ilyen fegyverkezési boomot fogunk látni ezekben a fegyverekben. Aztán etikai kérdésekről is már beszéltetek, de ez is ugye egy... tehát itt hogy hogyan fogjuk meg a felelősség kérdése, ami nagyon fontos. Hogy ki a felelősség, hiszen nagyon könnyű, mint egy videójátékban, ugye megnyomom, nincs tétje annak, hogy mit csinálok. Ugyanúgy elküldöm a drónokat a másik ország területe fölé, majd ők csinálnak valamit, de ez már nem az én felelősségem. Akkor kinek a felelőssége az, hogy azok a drónok, hiszen ők autonóm döntést hoztak, ugye mondjuk a katonák vagy a civilek életének a kioltására. Tehát ez egy nagyon nehéz kérdés. Aztán ugye biztonsági kérdések, hogyha egy adott államnak a katonai fegyvereit, amelyek ugye egymással kommunikálnak és egy hálózatban vannak, feltörik, akkor mi történik? Ugye ezeket a fegyvereket a saját ugye a tulajdonos ellen is lehet fordítani. Nyilván van egy ilyen kérdés. És akkor vannak ilyen hosszú távú, sci-fibe illő forgatókönyvek is, biztos, hogy sokan látták a Black Mirror-nak azt a bizonyos robotkutyás részét, ami hát számomra nagyon élethű és nagyon ijesztő, hogy egyébként mire lehetnek képesek ezek a rendszerek, de gondoljunk bele abban, hogyha a mesterséges intelligenciát és a katonai fegyvereket ötvözzük mondjuk az autonóm jellegű 3D nyomtatásnak a technológiájával, és ez a rendszer elkezd magának nyomtatni újabb mondjuk drónokat, vagy újabb alkatrészeket a saját maga kijavítására. Tehát nyilván ezek azért megint csak komoly kockázatokat rejtenek a jövőre nézve, és ezekkel számolni kell. Úgy érzem, akkor egészen eljutottunk a jelenlegi felhasználástól, hát a jövőbeni, reméljük nem megvalósuló disztópikus társadalmunkig. Aki nem látta azt a Black Mirror részt, azt nézze meg nagyon.
De egy tovább mennék ezen a vonalon, hogy akkor jelenleg a, ugye egy szóba került már számos nemzet, akik ugye éllovasai ennek a technológiai fejlesztésnek, és ugye említetted, hogy fegyverkezési boom fog bekövetkezni nem sokára. Kik lesznek a vezető nemzetek ebben? És milyen területen várhatóak ezek a fejlesztések, illetve az új eszközöknek a megjelenése? Bocsánat, csak gyorsan folytatom akkor. Hát nagy meglepetés nincs. Van egy ország, amely többet költ katonai kiadásokra, mint az utána következő 10 ország összesen, így az Egyesült Államok, amelynek a katonai költségvetése megközelíti, vagy lehet, hogy meg is haladja a 800 milliárd dollárt. Nyilván sokkal nagyobb, és ebben az országban koncentrálódnak egyébként a fontos technológiai fejlesztések, a tech cégek, képzett munkaerő, stb. Tehát nyilván ők sokkal jobb helyzetben indulnak ezen a téren, mint más országok, de ugye Kína ugye szintén a legalább második helyen biztos meg tud futni ezen a téren. Tehát ezek a technológiai fejlesztések nem most indultak, nem a hegyi Karabaknál vagy az orosz-ukrán háborúnál, hanem néhány évtizeddel ezelőtt már elindultak ebbe az irányba, és ez csak fokozódni fog. Tehát az, hogy ugye fokozatosan nem felváltják a pilótákat mondjuk az autonóm rendszerek, ez is azt mutatja, hogy ezek a fejlesztések folyamatosak. Vagy az, hogy ugye önvezető autókat tesztelnek most már éveken keresztül, nyilván az is egy olyan szeret, ami persze át fog menni a polgári felhasználásba is, de hát nagy szerepe lesz valljuk be a katonai felhasználásban is. Tehát szerintem itt nagy meglepetés nincsen. Oroszország is sokat fejlesztett ezen a téren. Most, hogy megszűnt a hozzáférés a nyugati technológiákhoz, biztos, hogy lemarad. Nem tudom, egész is. És ugye itt már megy egy háború, mert aki figyelte, hogy a kínai-amerikai összeveszés részeként az amerikaiak először is közölték Kínában, hogy nincsenek csippek. Aztán azt is közölték, hogy mindazon amerikai állampolgárok, akik kínai cégeknél dolgoznak Kínában, azok eldöntetik, hogy a kínai munkájuk kell, vagy az amerikai állampolgárságuk. Tehát az Egyesült Államok ezt az előnyét meg is óvatja őrizni. Kiegészítve azzal, amit az Anton mondott, az USA csak védelmi célú kutatásfejlesztésre a védelmi tárca, kb. 80 milliárdot költ, ami azt jelenti, hogy ennél többet a tavalyi évben, ugye nemrég jött ki az új military balance már a tavalyi év adataival, csak a kínaiak költöttek olyan 300 milliárd dollár körül, ugye a kínai védelmi adatok azok ilyen tólik kategória, tehát az amerikaiaknak muszáj, mert ugye mégis való a demokrácia, a kínaiaknál csak beslések vannak, majd bármit beírnak bárhová, orosz ugyanez. Ugye az oroszok a háború miatt, de ennél többet, ugye a brit 70, az indiai 67, tehát az amerikaiak csak kutatásra többet költenek, mint a világ 4., 5. és attól lefelé országa. És kb. 150 milliárd évesznek új fegyvereket. Tehát Izrael hagyományosan nagyon erős, de most olyan országok jönnek itt fel, mint Törökország, nagyon szép példa, ugye a Bayraktarnak, ugye a háború mindig a legjobb marketing. Ugye a Bayraktarnak a gyártó sora az 5 évre előre le van kötve. Tehát 5 évre előre eladták a gyártását ennek az eszköznek, és ugye a gyár, a Baykar gyár, az már fejleszti a következőt, ami a hangsebesség fölötti repülése is képes lesz. De ugye Kínát említette az Anton, Iránnak azért nagyon komoly drónja is vannak, ugye már ennyi előnye van egyébként, hogy rengeteg amerikai meg izraeli lepotyogott vagy lelőtték. Egyébként Afganisztánban az amerikaiak próbáltak összeszedni a lezuhant eszközeiket, de általában alig találtak valamit, mert a helyiek pontosan tudták, hogy bármi, ami fentről leesik, azért a kínaiak aranyárat adnak. És ugye ha megnézzük a modern kínai drónok egy részét, vagy az irániakat, hát mondjuk úgy megszólaláson túl is hasonlítanak az amerikai eredetire, tehát ez a reverse engineering-el, ugye visszafejtő mérnöki tervező, gyönyörű szép kínai kifejezés a lopásra. Tehát ezzel a megoldással Kína súlyos 10 milliárd dollárokat meg tudott kutatásfejlesztésben spórolni. De egyébként Brazília is hagyományosan egyre erősebb hadiparban is, a drónokban is, ugye az európaiak is fejlesztenek egyre több mindent közösen, és az amerikaiakkal közösen. Tehát az a mostani orosz-ukrán háború sajnos
az éget vetett annak, hogy lehet csökkenteni a védelmi kiadásokat, ez már 14-ben megfordulni látszott ez a folyamat, és az a baj, hogy új frontokat nyitott. Tehát, és ez egyébként a kihalásra ítélt nagyvasakat is megváltoztatja, mert most már a korszerű harckocsiknak aktív védelmi rendszere van. Tehát amikor érzékeli, hogy jön valami, lézerrel vakítja, kilőrágy irányított töltetet, a páncélzatban vannak ilyen reaktív elemek, ami ellenrobban, amikor becsapódik. Tehát maguk a harckocsik is egyre több mindent automatizáltan végeznek, tehát amikor érzékeli, hogy jön egy beérkező rakéta, akkor a harckocsi automatikusan elmozdul valamerre. Tehát nem is kell a vezető, aki kiadja az utasítást, mert az ember a leglassabb láncszem ebben a folyamatban. És ugye ugyanez a drón technológiát az fogja jelentősen a repülésben például, hogy az emberrel csak a bajban szoktam volt mondani, életbe kell tartani. Kell neki levegő, nem bírja a plusz 9G-nél nagyobbat, vagy ha fejjel lefelé minusz 3G, mert megbomlik a szerkezeti integritása. Magyarul kiugrik a szeme, elájul, és a többi, és a többi. A technika bírja. Tehát kiveszek egy köbmétert, ami a pilóta, meg még fél köbmétert, ami az életben tartó rendszer, és vagy ennyivel könnyebb lesz és kisebb a gép, vagy ennyi üzemanyaggal, meg fegyverrel többet tudok rárakni. Tehát rengeteg logikus oka van annak, hogy miért nem kell gép, a gépbe pilóta. És rengeteg logikus oka van annak, hogy miért nem ússzuk meg egyébként kicsit nagyon hollywoodi módon, de egyébként aki látta a Top Gun Maverick című filmet, abban egy csomó minden visszajött, hogy tök jók a szuper új repülőgépek, de ha lemennek nagyon alacsonyra és nincs GPS, akkor meghaltak. Tehát akkor jön a régebbi generációs repülőgép. Tehát egy csomó mindenben az ember még most nem kiváltható. De előbb-utóbb nyilván el fogunk oda jutni, hát ha belegondolunk abba, hogy honnan indultak a számítógépek, ugye hát nem vagyok már egy mai csirke, ami az én gyerekkoromban a legkomolyabb számítógép, az a Commodore 16 volt. Ugye a 64 terjedt el nagyon, az 64 kilobájt volt a Winchester-e a gépnek. Hát onnan most már ugye egy mezei mobiltelefonban a gigabájtos memóriakártya, több tucat gigabájtos memóriakártyákat be lehet rakni. Tehát, hogy elképesztő az a fejlődés, ami nem végbe ment, és nem látjuk a végét. Igen, hát azt nagyon világosan látjuk, hogy sem Amerika, sem Kína nem tétlenkedik. Ugye pont az elmúlt hónapokban fogadott el az Egyesült Államok egy új stratégiát a Védelmi Minisztérium ezzel kapcsolatban, amit azt hiszem 2012 óta mosolítottak meg először, tehát kifejezetten az autonóm fegyverekkel kapcsolatban. És első olvasatra ez egy nagyon restriktív jellegű szabályzat, tehát hogy megfelelő mértékű emberi felügyeletet ír elő, meg mindenféle szabályokat. De ha egy picit mélyebbre tekintünk, akkor először is arra vonatkozóan semmilyen információt nem ad nekünk, hogy mi az, hogy megfelelő mértékű felügyelet. Tehát, hogy a nemzetközi térben használt olyan szabályozó jellegű fogalmak, hogy mondjuk érdemi emberi ellenőrzés, amik mögött van, lenne tényleges tartalom, ezeket kerüli, némi tudatossággal azt gondolom. És ezzel egy időben viszont azokat az előírásokat világosá teszi, amiknek a segítségével a szakemberek elkezdhetnek dolgozni ezeken a fegyvereken. És ezzel egy időben szintén most adta meg az engedélyt az Egyesült Államok arra, hogy drónukra arcfelismerő mesterséges intelligencia technológiát szereljenek. Tehát innentől kezdve ez lehetségessé vált. Ugye, igen, tehát Kína egy egészen más történet, ott ugye a szabályozás az még ennyire sincsen. Pont valamelyik nap olvastam egy ilyen nagyon érdekes cikket, nem egy mai cikk volt, egy jó pár éves a South China Morning Postban, ahol arról értekeztek, hogy 14-től 18 éves korú gyermekek kiválasztottak egy csapatot, akiket mesterséges intelligencia alapú fegyverek programozására, egy ilyen tehetségprogramba bevontak tulajdonképpen, és egy ilyen nagyon, nagyon szép borítókép, ott van 30 kínai gyermek egy tank előtt, akik így arra készülnek, hogy a jövő generációs fegyvereket leprogramozzák. Szerintem érdemes még említést tenni az európai országokról. Hát az Egyesült Királyság szintén ezt a politikát követi, hogy nagyon erős előírásokat tesz tartalom nélkül, és eközben a fejlesztések élén jár, tehát a top 10 országban van ezen a területen. Szintén említésem lehet, hogy Franciaországnak is vannak ilyen törekvése, illetve Németország kérdéses, mert hogy egyszerre szólal fel az ENSZ-ben, hogy szabályozzuk ezeket a technológiákat, illetve ugye az egész Unióban például az Európai Parlament dominánsan az ilyen fegyverek ellen van. Viszont más védelmi konferenciákon pedig ennek az elkerülhetetlenségéről beszélnek. Tehát, hogy van itt egy nagy ambivalencia.
És szerintem érdemes röviden említést tenni, lehet, hogy erről még lesz a későbbiekben is Magyarországról, mint a NATO tagjáról, aki ugye az egyik legkomolyabb elköteleződést mutatta a 2%-os GDP arányos költségvetésnek a megvalósítására, legalábbis értesüléseim szerint. És ugye egy elég komoly hadseregfejlesztésben vesz részt az ország, és például a... 9 ország fölötte van? 9 ország már most fölötte van. De előbb-utóbb mi is. Hát valamikor teljesítjük, igen. Hát hogy vannak országok, amiket lehagytunk, ez biztos, de ugye a statisztikák ezeket ugye lehet sokféleképpen szemlélni, viszont ez mindenképpen érdekes, hogy megvásárolunk olyan technológiákat, például említettem a határvédelmi rendszert, vagy ugye a vaskupolát is megvásároltuk védelmi célzatra, amik egy olyan tendenciát... Csak a lokátor? Csak a lokátor. Tehát, hogy egyes alkatrészeit, és ugye olyan tendenciákat láttunk, amik azt mutathatják, hogy esetleg a következő, nem gondolom, hogy a következő évtizedben, de hogy a következő 2-3 évtizedben az autonóm technológiák nagyobb volumenű megjelenésére mutat, vagy afelé mutathat Magyarország vonatkozásában. És szerintem ez is egy olyan diskurzus, amit érdemes elkezdenünk lefolytatni akár a magyar védelem tekintetében. Ugye például érdekes, hogy Japán meg Dél-Korea, amik ugye a leggyorsabban öregedő és a leggyorsabban fogyó társadalmak, óriási problémával küzdenek már most, egyébként Magyarország nem kevésbé, hogy ki az Isten lesz katona. Tehát annyi kötöttséggel jár, ráadásul ugye bármikor kirúghatják az embert, mostanában kiderült. Tehát nagyon nehéz rávenni a globalizált világ ifjúságát, a Z-generációt, tök mindegy, most épp anyadiknál tartunk, hogy reggel testneveléssel kezdjen hajnali 6-kor, tehát már a tisztjelöltség is azért olyan fokú beszabályozást jelent, ami a mai modern gyerekek többségét a nyugati társadalmakban rettentően módon nem bírja izgatni, hogy automatizációval ki lehet váltani azt az élőerőt, ami amúgy is egyre jobban hiányzik. Tehát itt ugye különösen a kelet-európai országok vannak nagy bajban, mert egyébként pont Nyugat-Európa is elszívja innen a fiatalokat, ahol előbb-utóbb muszáj lesz egy csomó mindent így vagy úgy kiváltani, és ebből a szempontból ugye a mérő országok, Japán meg Dél-Korea, amik a leggyorsabban fogyó, leggyorsabban öregedő országok, és ugye a társadalmi berendezkedésük van, hogy tömegével nem érkeznek oda migránsok, mert nem is fogadják be őket. Tehát Nyugat-Európa egy picit más, ott is ugye, még ott is vannak gondok, hogy ki az Isten akar katona lenni, és ez megint oda fogja vezetni a döntéshozókat, hogy akkor ahogy lehet, kiveszem az embert. És az emberrel csak a baj van, lelkiismereti okból megtagadja a parancsot. Ilyet egy autonóm fegyverrendszer biztos nem fog tenni. Csak ugye arról beszéltünk, hogy milyen országok járnak az élen ezekben a fejlesztésekben, de itt fontos megemlíteni, hogy nem csak a szoftverről, meg a katonai rendszerekről érdemes beszélni, hanem hálózatról. Tehát az, hogy ugye ezeknek a gépeknek az egyik legfontosabb hátránya, gyengessége jelenleg az, hogy nagy adatátvitelt igényelnek, hogy folyamatosan kommunikálnak egymással, főleg, hogyha itt több száz vagy több ezer drónról van szó. És ezeket ugye csak a legfejlettebb rendszerek, legfejlettebb hálózatok tudják garantálni, például az 5G. Nos, hogy az 5G technológiában jelenleg gyakorlatilag három országban jár az élen, ugye az Ericsson Svédország, a Nokia Finnország, és Huawei Kína. Tehát nem hiába, hogy próbálja az Egyesült Államok visszaszorítani a Huawei-nek az európai és a nyugati terjeszkedését, hiszen ők azt gondolják, hogy a Huawei problémát jelenthet a jövőben nézve, hogyha a világ országainak egy jelentős része ezzel a technológiával fogja működtetni az 5G hálózatát, hiszen az 5G hálózat többek között a rendszereknek a kommunikációjára is szolgál. Vagy ott van például az Egyesült Államoknak a Starlink rendszere, amely ugye Ukrajnában megint csak bebizonyította, hogy a műholdas 200 vagy 300 műholdat működtetnek, és a műholdak segítségével meg tudják valósítani egy létfontosságú kommunikációs összekötést. Tehát ezek a kapcsolatok, ez a fajta hálózati technológia is nagyon fontos lesz a jövő, hogy most is az,
a rendszerek működtetése. Ez nem elég maga egy... Tehát a mesterséges intelligencia nem fog működni elzárva, úgyhogy nincs kapcsolatban a hálózattal. Ehhez ugye kell a hálózati technológia is. Végül szerintem térjünk már rá az orosz-ukrán háborúra, mert nagyon szalad az időnk. Tehát azt nézzük meg még itt most az utolsó pár percekben, hogy konkrétan akkor milyen eszközök kerültek elő, mind a két fél részéről ugye tudjuk, hogy használtak akár mesterséges intelligencia által támogatott eszközöket, akár ugye félautonóm eszközöket. Ezeket honnan szerezték be, mert hát azért itt vannak kétségek, illetve milyen nemzetközi együttműködések, direkt vagy indirekt támogatások fordultak elő, jelennek meg. És végül, amire még mindenképp rá szeretnék térni, hogy mennyiben változtatja meg a jelenlegi orosz-ukrán háború a hadviselésnek a formáját, hogy az itt megjelenő új technológiák használata az jelentheti akár ugye a hadviselésnek egy újabb forradalmát, vagy legalábbis mindenképp egy fordulópontját jelentheti-e? Hát ez a forradalom már megy. Gyakorlatilag ugye a modern háborúkra találtuk ki az úgynevezett hálózatcentrikus hadviselés kifejezését, aminek a lényege, hogy hálózatcentrikus hadviselés, tehát Network Centric Warfare katona magyarul, hogy ennek a lényege a valós idejű adattovábbítás. Ugye a háborúra azt szoktuk mondani, hogy térerő időművészete. Ha tudom, hol az ellenség, mikor, milyen erővel, akkor lehetővé válik, hogy a saját pusztító képességének az odavaló koncentrálásával csapást tudjak elmérni. Ennek a debütálásom a 91-esből háborúban megvolt. Tehát az amerikaiak ezt már nyilván nagyon alapszinten, de már 91-ben csinálták, tehát ezért volt az, hogy gyakorlatilag ledarálták a levegőből az iraki haderőt. A műhold megfogta, ott repültek a G-Stars gépek, amik ugye lefelé lokátoroztak, az az Avex-nek a fordítottja, az nem a légteret figyeli, hanem a felszínt, és gyakorlatilag a levegőben lévő gépeket a beazonosított célpontokra vitték rá. A orosz-ukrán háborúban a Moszkva cirkáló elsüllyesztés az egy tökéletes példa. Műholdak megfogták, Signorellából, ez Szicíliában van, ott van egy hatalmas amerikai katonai reptér, a P-8A Poseidon tengerészeti járőrgépek vannak, elment egy gép a román légtérbe, onnan pontosította a Moszkva helyzetét, követte a mozgását. Szóltak Nápolyba, Nápolyból engedélyt kértek Washingtonból, Washingtonban megszületett a döntés, hogy odaadják az adatokat az ukránoknak, és ebben az a félelmetes, hogy a száloptikai kábelekben az információ az a fénysebességével terjed, már pedig a fényvákumban 300 km/s sebességgel terjed, tehát a Moszkva megfogásától számítva 10 perc múlva az ukrán Neptun rakéták már úton. Ehhez kellett az is, hogy a Moszkva nem működött a légvédelem. Amit a mai napig nem tudjuk, hogy miért, mert a Moszkvának az egész köteléket kellett volna védenie. Tehát az oroszok, amit lehetett, elrontottak. De ugye ez ragyogó példa, hogy gyakorlatilag a felfedezéstől számítva 20 perc múlva a hajó már hatalmas lángokkal égett. Tehát a modern háború ez. És ugye például, nagyon jó példa a HIMARS-t, hogy használják. Ugye a HIMARS rakéta, ami egy rakétasorozatvető rendszer, azt mondja, ezt Game Changer-nek nevezik, ugye az oroszoknak a lőszer raktárjaikat hátrébb kellett vinni. A HIMARS-nél ugyanis minden rakétában van egy chip. Tehát minden egyes rakéta irányított, hát körülbelül 80 kilométerről, egy 3x3 méteres négyzetben mind a 6 rakétát be tudja lőni. Az orosz MERS vagy Uragan ugyanúgy ellő 85-90 kilométerre, csak azok egy 300x400 méteres négyzetbe találnak be, mert és ha a szél nagyon erősen fúj, akkor még nagyobb a szórás. Tehát viszont ez nem úgy van, hogy az ukránok csak úgy ellövöldözgetik ezeket, mert ugye ezek a rakéták nem olcsók, tehát ez nem állítólag, tehát ugye azért itt is sok minden van. A dolog úgy működik, hogy az ukránok megmondják, hogy szerintük van itt egy lőszerraktár, az amerikaiak megnézik, mi holdról megnézi az elektronikai hírszerzés, és aztán megmondják, hogy hány rakétát lősz ki. Tehát, hogy azért az ukránoknak nincs feltétlen szabad kezük, egészen egyszerűen azért, mert méretdrága a rendszer, nem mellesleg pedig kevés a rakéta. Tehát ugye ez a háború egyben első világháború is,
a legintenzívebb időszakban az orosz tüzérség napi 120-150 ezer tüzérségi gránátot és rakétát lőtt ki. Ez havi 4 millió átlagra jött ki. Ez most már lement idézőbe téve olyan 40-50 ezer darabra orosz részről. Az ukránok ennek a töredékét lövik el, de jellemző, hogy mennyire nem ilyen típusú háborúra készült senki, hogy nemrég jelentették be az Egyesült Államok legnagyobb lőszergyára a havi 12 ezer gránátos kapacitását 70 ezerre fogja pár hónapon belül növelni. Ezt az ukránok egy hét alatt ellövik egyébként, és Európának, senki nem ilyen háborúra készült, hogy milyen háborút vívett a nyugat eddig, Irak kétszer, Afganisztán, Szomália, ugye az ellenség, az ellenfél low profile, ahogy a NATO csodálatosan nevezi, ugye, magyarán aszimmetrikus gerillákkal szemben, vagy anállami haderőkkel szemben, ami technológiailag a békafeneke külsően volt hozzánk képest. Tehát ez egy olyan háború, ami eddig utoljára 80 és 88 között volt, az irak-iráni háború, úgynevezett szimmetrikus háború, a feleknek a különböző képességei kiegyenlítik egymást, és itt az a lényeg, hogy az ukrán mennyiségi hátrányt a nyugat által átadott minőségi fölény ellensúlyozza. Tehát az ukrán tüzérségnek van Excalibur gránátja, ami 50 kilométerről eltalálja ezt az asztalt. Az orosz ugyanolyan típusú Stas, az 36 kilométerig lő. Na jó, de körülbelül az orosz gránátokból 100 darab bújjon ki egy darab Excalibur. Tehát, hogy megmaradt a régi típusú háború is, és mellette párhuzamosan van az új, tehát most egy hibrid első világháborút vívunk 21. századi környezetben. Ott vannak a lövészárkok, kötésigérő sárban, vízben állnak a katonák. Aki megnézi a képeket a frontvonal térségéről, mellesleg egy csomó NATO-ga 2000-es területen zajlik jelenleg éppen a harc. Az erdők helyén csak a csonkok vannak. Tehát ott a pusztító tüzérségi tűz főleg orosz részről, de az ukránok is lőnek szorgalmasan, és ott vannak a különféle robotok, tesztel mindenki mindent. Tehát az amerikaiak és ugye a Switchblade drón, mint három olyan palack, leteszi az operátor, nyom egy pirosat, a drón felmegy, elkezd keresni, megtalálja a célpontot, operátor azt mondja, hogy oké, és onnantól kezdve a probléma letudva. 40 ezer dollár egy darab. Ad egy 2,5 milliós T-90-es lehet vele kilőni. És itt az árak a döbbentesek. Tehát az egyes harcosnál és a második világháborúban, ami amerikai katonán rajta volt, az nagyjából 100 dollárba került. A puska, a lőszer, az egyenruha, a rohamsisak, a kulacs. A vietnámi háborúban ez már több mint 1000 volt. Napjaink amerikai katonáján az egyéni felszerelés, aminek része egy tablet, meg egy GPS, tehát a katona maga mindenféle intelligens eszközökkel van felfegyverezve, ez a Land Warrior kit, ez 17.500 dollár, amit mindegyes katonára ráraknak. Ennyiért már egy Volkswagen Golfot simán lehet venni. Egy Javelinára, a legolcsóbb páncéltörő rakéta, amit a gyalogság használ irányított verzióban, 64.000 dollár, azért már egy olcsó Porsét lehet. Tehát iszonyatos ára van az okos eszközöknek. De Porsche-val nem lőtt ki az ellenség. De Porsche-val nem lőtt ki az ellenség harckocsiját, persze. Tehát irgalmatlan árakról beszélünk. És ez ugye még jobban ketté tépi a világot, mert az afrikai országok többsége, a közép-amerikai országok többsége ilyeneket nem tud nagyon menni. Tehát egyszerre lesz olyan haderő egy csomó, ami még ott ragadt a hidegháború közepén, és lesz egy csomó olyan, amelyik meg már a 21. századba megy, de tudniuk kell, harmadik világháborús ellenfelek helyett második világháborúsok ellen is háborúzni, és ez a borzasztó. Ahol nagyjából mindenki ugyanazon az egyenruha van, válogass ki, hogy melyik kicsoda, iszlám állam, meg a szövetségesek, tehát most szakálla van burnuszos és AK van a kezében, ez Szíriában lehet bárki. Tehát egészen egyszerűen sokkal bonyolultabbak lettek a háborúk, és itt ugye elhangzott, hogy mennyit költenek az amerikaiak. Az egész világ 2000 milliárd dollár fölött költött 2000. A Sipri szerint 2021-ben nagyjából a világ állami 2000 milliárd dollár költöttek, ebből az USA egymaga 800-at. Az utána következő 15 ország még 800-at.
könnyű kiszámolni, hogy a maradék 400-at meg a maradék 200 ország költött el. Tehát egészen egyszerűen a kicsiknek, és ebben egyébként Magyarország is beleszámít, nincs annyi pénze, hogy nagy mennyiségben a legdrágább cuccokat beszerezze. Tehát teljesen ketté szakadt a világ. Ugye Ukrajna most azért tud mindent is bevetni az oroszok ellen, mert döntik rá a fegyvereket nyugatról, részben azért, mert nem hagyhatják, hogy az oroszok nyerjenek, mert ugye Kína is neki ugrana rögtön Tajvannak, ha látna, hogy ezt ilyen könnyen meg lehet csinálni. És hát sokkal aljasabb ok az, hogy mindenki tesztel. Tehát a legkorszerűbb dolgokat a legjobb a háborúban kipróbálni, és a háborúban sikeres vagyok, akkor el lehet adni. Tehát ez egy marketing politika is. Hozzá kell tenni, Szíriában az oroszok minden új fegyverrendszerüket kipróbálták. Ugyanúgy Indiát is azzal győzték meg egyik másik eszköz megvételéről, hogy tök jó szerepelt Szíriában. Tehát a vadiparban nincsenek tisztességes játékosok, ott a profit számít. Ezt kiegészítve, ezt a hosszú elemzést, néhány konkrét technológiát felsorolnék, akkor én is mit használnak Ukrajnában. Abszolút egyetértek, egy hibrid hadviselést látunk, vannak elemei, ami a régi első vagy másik világháborúra mutatnak vissza, masszív bunkerekkel használt védelmi rendszerek, lövészárkok, de emellett pedig nagyon új technológiák, és ebből a szempontból az információnak a szerepe azt hiszem döntő Ukrajna szempontjából. A kezdeti orosz erőfölényt az információ, a nyugattól kapott információ hozta paritásból Ukrajna számára. És itt lép be az egyik, ugye nagyon sok mindent nem tudunk most, hiszen háború zajlik, és a minősített adatokról beszélünk, nem tudjuk, hogy egyébként az Egyesült Államok pontosan milyen technológiákat adott át Ukrajnának, mivel, minek a segítségével harcol Ukrajna, milyen információ segítségével hozza meg a döntéseket. De szerintem nagyon jó bepillantást volt ebben decemberben a Washington Post hozott le egy ilyen több részes cikk sorozatot, amelyben a Palantir rendszerről értekezett. És ugye a rendszernek a lényege, amennyit legalábbis publikusan lehet látni, hogy mesterséges intelligenciát és felhasználva mindenféle adatbázisokból húz be adatokat, műholdak, közösségi oldalak, kommunikálni, üzenetek, és ezeket rendezi, és gyakorlatilag a háború kezdeti az első napjaiban, a heteiben az ukránok a rendszer segítségével kapták az információkat, hogy merre mennek az orosz csapatok, milyen eszközöket használnak az orosz csapatok, és milyen fegyverrel lehet ezeket a csapatokat semlegesíteni. És így az orosz csapatok ellen pontosan azokat a fegyvereket használtak, és pontosan ott, amire szükség volt, hogy nagy károkat okozzanak az oroszoknak. És elvileg ezt a rendszert használják most is. Ezt a Palantir rendszert, ez egyfajta presztízs kérdés is volt, a Peter Thiel áll a rendszer mögött, az egyik alapítója a Palantirnek, és ő egy republikánus, ugye a Donald Trumpnak egy ilyen nagy támogatója, és ezért az elmúlt években sok botrányban keveredett, és a Palantir egy picit háttérbe szólt az állami megrendelésektől, és most puszik vissza, most megint csak ugye kötetett egy csomó együttműködés, a jelek szerint az amerikai hadsereggel és a CIA-vel, mert ő nagyon jól tud bizonyítottak a harci körülmények között is a rendszer. Előre is tud jelezni elvileg a mesterséges intelligencia segítségével, hogyha ezek a csapatok erre és erre mozognak, akkor mi lehet a végső céljuk. Hogyha ezek a csapatok innen mozognak, akkor hol lehet a parancsnokság. És ez alapján be tudják mérni, és ugye csapást tudnak mérni az orosz csapatokra. Tehát ez például egy nagy segítség, amit az ukránok kaptak. Aztán a Starlinkről már beszéltünk. Ugye kezdetben az orosz csapatok világháborúra készültek, úgy vonultak be ukrán területre, nem kapcsoltak le gyakorlatilag semmit. Tehát rengeteg olyan üzenet volt, vagy információ áramlás volt, hogy az orosz katonák átváltottak ukrán roamingra, mert beléptek az ukrán területre, az orosz mobilhálózat már nem működött, és hát fölcsatlakoztak mind az ukrán roamingra, és ez szerintem napokon vagy heteken keresztül folytatódott, még csak ugye előbb-utóbb kiderült, hogy ez nem egy világháború lesz, és az oroszok elkezdték lekapcsolni az ukrán kommunikációs hálózatokat és a mobilhálózatokat, kiiktatták a rendszerből, és egyébként ugye a saját katonáiknak is megtiltották, hogy használják a mobiltelefonjaikat.
és a Starlink az nagyon fontos, döntőnek bizonyult Ukrajna számára ebben a harcban, hiszen körülbelül az egységek nem tudnak kommunikálni egymással a harc téren. Én is csináltam interjút egy ukrán katonával néhány hónappal ezelőtt, és hát előre leleveleztük, és hogy ő egy Starlink, nem mondta, hogy hol, meg pontosan merre volt ez, de ő egy ilyen Starlink ilyen bázis közelébe ment, és ott felcsatlakozott, tudtunk beszélni, majd aztán ugye elment onnan, és így adta az interjúját. Aztán nagyon sok ukrán fejlesztésű startup is megjelent, vagy olyan ukrán fejlesztés, amiben nyugatiak is beszálltak. Ilyen volt például a Reface, ennek az volt ez egy szinte mesterséges intelligencián aluló ukrán startup, nem tudjuk mennyire sikeres, ukránok azt állítják nagyon. Műholdas felvételek segítségével be tudják azonosítani a haditechnikai eszközöket. Tudják, hogy az ott egy T-72-es tank, vagy egy T-62-es, vagy tehát elvileg meg tudják mondani, hogy pontosan vagy azok, nem tudom, Wagner-es alakulatok, vagy ezek ukrán alakulatok, elvileg a rendszer meg tudja mondani a mesterséges intelligencia segítségével, be tudja azonosítani, és ennek megfelelően tudják semlegesíteni ezeket az egységeket. Aztán a Clearview rendszer, ez elvileg egy amerikai fejlesztésű rendszer, amit hivatalosan is bevezetett az ukrán védelmi minisztérium. Állítólag a rendszerben 10 milliárd ember, 10 milliárd kép van, ábra van, nem élünk annyian a Földön, 10 milliárd kép van emberekről, és ez alapján be tudják azonosítani, hogy az kicsoda az az ember, aki ott van. Ugye elvileg Bucsában itt tudták beazonosítani azokat a katonákat a rendszer segítségével, akiknek közök volt ugye az ott eltöltett. Meg egy-két orosz tábornokat is így tudtak megölni az ukránok, hogy beazonosították, és akkor ugye a vezetők meggyilkolása rendkívül fontos, ugye pláne az oroszoknál, ami messze nem olyan rugalmas, mint az ukrán haderő, és az első időszakban rendkívül sok orosz tábornokat és ezredest tudtak különféle módszerek, és nagyrészt így megölni. Plusz ugye diverzások, tehát elvileg a rendszer bevezetése után egy hónappal az ukrán erők lejelentették, hogy 200 embert tartóztattak le, akik feltehetőleg orosz diverzások voltak, Kijevben vagy más ukrán városokban, de mondjuk a checkpointokon is, hogyha érkeznek, valakik érkeznek, akkor a rendszer megint csak gyorsan meg tudja állapítani, hogy ez egyébként kicsoda és veszélyt jelente a katonákra nézve. Ugye a drónok használatáról nagyon sokat beszéltünk, hogyha valaki nézze a harc célra videókat, akkor ezek főleg drónos videók, látszik, hogy a drón, van egy kezelő, aki ugye beméri, aki figyeli a harcteret, és ugye folyamatosan kommunikál a katonatársaival, és a katonák ugye úgy helyezkednek, hogy ki tudják iktatni azokat az ellenséges egységeket, akikre ugye a drón rálát. Tehát itt nem csak ugye harci drónokról beszélünk, hanem a bemérés, a felderítés az legalább ennyire fontos. Még egy dolog a térképeknek a használata, nem tudom, hogy ismeri valaki a Deep State térképet, egy ukrán fejlesztés. Most ehhez is összeálltak több amerikai mesterséges intelligenciás céggel, és élőben monitorozzák a közösségi oldalakat, és ez alapján egészítik ki, hogy éppen egyébként az oroszok éppen hol vannak, milyen csapásokat mértek hol, és hát nyilván nem minden publikus, tehát van egy némi csúszása, tehát hogyha most valaki felmegy a deepstate.org vagy .oa a weboldalnak a címe, akkor nem azonnali, vagy nem pillanatnyi képet lát, hanem egy vagy két napos csúszást lát, de a katonák és a vezérkar ezt gyakorlatilag élőben tudják követni, és ehhez szintén ugye mesterséges intelligenciát használnak. Igen, hát a technológiai részről igazából nagyjából minden elhangzott. Annyit érdemes még röviden hozzátenni, hogy ezek a technológiák is, illetve ezek a fejlesztések is abban az irányba mutatnak, vagy azt a tendenciát mutatják meg a számunkra, hogy mind az információnak, mind pedig az automatizációnak egyre nagyobb szerepe van a hadviselésben. Tehát például pont a Switchblade, amit említettünk, ugye annak az amerikai fejlesztői nyilatkozták, hogy gyakorlatilag készen, tehát explicit egy a sajtónak nyilatkozták, hogy készen van az a technológia, amivel ezeket a drónokat teljesen autonóm bevetésekre lehet használni. Az egyetlen akadálya ennek, mert ezt már nem tették hozzá,
hogy jelenleg az ukrán hadi vezetés tiltja teljesen autonóm fegyvereknek a bevetését. Ugyanakkor az egyik ukrán miniszter, a digitális átállásért felelős ukrán miniszter megjegyezte, hogy az halálos autonóm fegyverek bevetése az egy logikus és elkerülhetetlen következő lépés, tehát így fogalmazott ebben a kérdésben. És nagyon érdekes akár a különböző technológiák együttes használata. Tehát ez a Clearview, ami ugye elvileg ugye egyrészt egyes emberek célpontok felismerésére emberi beavatkozással van használva, másrészt például az ukrán katonai halottaknak a felismerésére. Ezeket ugye pillanatok alatt gyakorlatilag rá lehet fegyverekre szerelni. Tehát hogy itt nagyon érdekes a kettős felhasználású technológiáknak, amik akár eredetileg civil felhasználásból érkezhetnek. És hogyha az egészből egy tanulságot akarunk leszűrni, akkor azt mondhatjuk, hogy ez már itt van. Tehát, hogy a halálos autonóm fegyverek jelenleg nem befolyásolják döntő mértékben a háborút, tehát nem ezek döntik el, hogy ki győz és ki veszít. Viszont elindítottak egy olyan folyamatot, ami elvezethet akár a háború további elembertelenedéséhez, akár ahhoz, hogy a hatalmak ne törekedjenek annyira a háború befejezésére, hiszen nem érzik azt a nyomást, akár azt, hogy elvesztik a katonáikat, akár azt, hogy a lakosság elégedetlenkedik. Tehát ennek eklatáns példája például a vietnámi háború, ahol ugye szokás azt mondani, hogy a háború befejezésének egyik indoka volt, hogy az emberek nem akartak több fiatal férfi embert elveszíteni a harcokban. És ugye még azt szokták mondani, hogy hát, hogyha ezeket a fegyvereket bevetjük, akkor a civil áldozatok száma az csökkenni fog, hiszen a fegyverek egymást fogják lövöldözni. Ez részben igaz is, hiszen például az ukránok olyan drónhunteröket, vagy ilyen drónvadászokat alkalmaznak, amik az ellenséges orosz drónokat célozzák meg. Viszont az egy nagyon nagy kérdés, hogyha ezek a fegyverek egymás ellen fordulnak, akkor miből származik majd a katonai előny? Miből, hogyha nem a civilek megtámadásából, ugye? Érdemes végig gondolni, és hogy mennyire befolyásolhatja egy technológia hosszabb távon a háborút, egy rövid példát engedjenek meg. 1911-ben az olaszok és az oszmánok közötti háborúban, pont megint Líbiában, Tripoli fölött a repülőgépet egyik első alkalommal talán először alkalmazták hadi célra, megfigyelési célra. És a pilóta kitalálta, hogy milyen érdekes lenne, hogyha 4 darab kézigránátot ledobnánk, és megnézzünk, hogy mi lenne az eredménye, és hát viszonylag jelentéktelen eredményt értek vele el, és senki sem gondolta volna, hogy ezzel a technológiával később fél Európát le fogják bombázni. Tehát elképesztő gyors iramban tudnak ezek a technológiák tovább terjedni. És hogy lehet-e ezeket egyáltalán szabályozni, mert ez szokott még lenni egy kérdés, ugyanis az egyes hagyományos fegyverekről szóló Egyezmény bizottságában, ahol ezt 2012 óta tárgyalták, gyakorlatilag 10 éve az látszott, hogy a definíciókról vitatkoznak. Tehát, hogy oké, kéne szabályozni, de mit szabályozzunk? És azok az országok, például Oroszország, Amerika, Kína, stb., akik egyébként ezekben a technológiákban érdekeltek, pontosan ezzel a diskurzussal úszták meg a szabályozási kérdést, és most már nem is ott tárgyalják ezt a kérdést egyáltalán. Viszont vannak pozitív példák, tehát érdemes megemlíteni a vakító lézereket, amiket, mint említése került, vannak, viszont előzetesen be lettek tiltva azelőtt, hogy olyan technológiát élesben bevetettek volna, hogy állandó vakságot okozó lézerfegyver, és elérték, hogy ehhez számos ország csatlakozzon ez az egyezményhez. Ugyanígy érdemes megemlíteni az ottawai egyezményt, ami a gyalogsági aknák betiltására vonatkozik, több mint 20 év kampányolásának az eredménye volt, hogy ezt az egyezményt aláírták. Számos olyan ország nem csatlakozott egyébként a mai napig. Oroszország, Kína. Akik egyébként használják ilyen technológiákat. Viszont, ami szerintem érdekes, hogyha megnézzük a statisztikákat, egyrészt elindult az ENSZ-ben egy aknafelszerű program. Tehát számos olyan országot, például az indokínai félszigeten voltak olyan települések, ahol minden negyedik ember csonka volt, mert hogy a vietnami háborúból ott maradt tapos aknákat nem szedte föl senki. Tehát indult egy ilyen misszió. Másrészt, hogyha a statisztikákat megnézzük, akkor ezeknek a taposóaknáknak a használata visszaszorult. Nem szűnt meg, de visszaszorult. És jelenleg is ilyen törekvések folynak, most például a közgyűlésben egyébként Magyarország is csatlakozott azokhoz az országokhoz, akik aláírták, hogy ebben a kérdésben kell vizsgálódni és kell valamilyen szabályozást felállítani. És itt egyébként nem önmagában a fegyvereknek az autonóm egyes funkcióiról van szó, tehát akár Magyarország esetében sem az a kérdés feltétlenül, hogy automatizáljuk-e a fegyvereinket, hiszen ez gyakorlatilag elkerülhetetlen.
hanem a végső kérdés. Szerintem a végső kérdés az, hogy van-e érdemi emberi ellenőrzés a tűzparancs fölött. Tehát azokat a technológiákat, amik akár rendkívül nagy precizitással, vagy rendkívül gyorsan tudnak információt szerezni, döntés előkészítést végezni, azok fölött valamilyen emberi ellenőrzést tudunk-e gyakorolni, vagy megengedjük-e azt, hogy a nemzetközi térben szabályozatlanul ilyen fegyverek kerüljenek alkalmazásra a háborúban, aminek a következményeit gyakorlatilag nem tudjuk előrelátni. Tehát azt látjuk, hogy vannak pozitív példák, a szabályozása lehetséges, politikai akarat kérdése, ami egyrészt nemzetközi nyomás által érhető el, tehát számos civil, számos szakértő, számos egyébként rengeteg ország is, több mint 30 ország összefogott azért, hogy ennek a szabályozását nemzetközi szinten előmozdítsa, meg nyilván a politikai realitásokat is figyelembe kell venni. Tehát például Kína azzal a javaslattal állt elő, hogy ne a fejlesztését tiltsuk meg az ilyen autonóm fegyvereknek, hanem az első használatát. Tehát legyen meg mindenkinek, kicsit úgy, mint az atomfegyverek a nagyhatalmak esetén, viszont tudva azt, hogy ez milyen katasztrófát szabadíthat el, tiltsuk be az első használatot, és mindenki valamiféle önmérsékletet gyakoroljon, egészen addig, ameddig a másik is megtartja ezt. És mindenki azzal fogja kezdeni, tudom, hogy ő már bevetette. Tehát ugye... Igen. Jobb az a szép, hogy lehet bármit szabályozni. Tehát elvileg Oroszország nem támadhatta volna Ukrajnát. Az USA se támadhatta volna 2003-ban. Sőt, az agresszióval való fenyegetést is. Most ahhoz képest, tehát itt gyakorlatilag az örömtelő, hogy a jogászok nagyon komoly munkát ölnek a szabályozásba, csak mindenki pontosan tudja, hogy a nagyok ezt akkor tapossák el, vagy rúgják fel, amikor ez nekik tetszik. Tehát ugye itt a probléma ott van, hogy szabályozni nagyon sok mindent, dobni sem szabad, embert sem szabad ölni, azt mégis megteszik. Tehát, hogy a probléma az, hogy attól, hogy szabályozva lesz, attól nem fogja azt jelenteni, hogy ne használnák ártó célra, és ne fejlesztenének olyat, amit elvileg nem lenne szabad. Tehát az emberiség történelme sajnos erről szól. Egyébként tényleg ez az egész ügynek a nehézsége, hogy ezek gyakorlatilag olyan módon szabályozhatatlanok, vagy olyan értelemben, hogy nem lehet megszüntetni ezeknek a fejlesztési használatát. Ami a végső soron kérdés, hogy tudunk-e világos fogalmakat teremteni e köré, tudunk-e emögé politikai akaratot teremteni, és azt az állapotot kell majd reményeim szerint összehasonlítani 30-40 év múlva, hogy milyen szinten használják ezeket a fegyvereket szabályozott keretek között, vagy éppen azokat megkerülve, és milyen szinten használták volna, ha nem kerül szabályozásra. Tehát ez az, amire törekednünk kell végső soron, hiszen politikai realitások azt mutatják, hogy ezek a szabályozások sosem működnek teljes mértékig. Remény az van, de a politikai realitás az szintén egy olyan tényező, amit nem felejthetünk el. Úgy érzem, ez egy egész jó végszó lehet. Egész jól lekerekíti a mai vitaestnek a végét, hiszen gyakorlatilag ugye erről szólt az egész történet, hogy mennyire jogszerű ezeknek a használata, mennyire realitás az, hogy ezeket ugye aktív konfliktusokba levethessék, eznek a szabályozása milyen módon történhet meg. Hát úgy vélem, hogy ez a jövő kérdése lesz mindenképp. Tehát most ugye a használatát, az aktív használatát és hát az egy elég kegyetlen próbáját azt látjuk ugye az orosz-ukrán háborúban. Hát ez, erre valószínűleg, ahogy szóba is került, utólag ugye reflektíve fogunk majd szabályozásokat alkotni, mint ahogy az emberiség történelmében eddig mindig is így volt sajnos. Ugye az időnk az lejárt, viszont igen, egy-két közönség kérdéssel még talán tudunk egy kis időt szakítani, úgyhogy ha van valakinek, akkor jelezze, és szerintem olyan kicsi területen vagyunk, hogy halljuk egymást, hogyha így. Viszont, hogyha nincsen kérdés, akkor nagyon szépen köszönöm. Nagyon fegyelmezett a közönség. Nagyon szépen köszönöm a szakértőinknek a mai előadásokat, illetve megosztották velünk a gondolataikat, és a közönségnek, hogy részt vettek és meghallgattak bennünket. Köszönjük szépen, és viszontlátásra további szép estét kívánok.